Kultúdvar. Ezt a nevet kapta átmeneti időre a Szekszárdi Vár megyeháza udvara, ahol három városi intézmény összefogásának köszönhetően jött létre egy olyan programsorozat, mely a szervezők szándéka szerint minden korosztálynak és sokféle érdeklődési körnek nyújt majd tartalmas szórakozást. A 4 évvel ezelőtti labdarúgó EB mérkőzésein való közös drukkolások élménye adta az ötletet a szervezőknek arra, hogy idén is egy nagy kivetítőn kövessék az eseményeket a nézők. A belépésre minden esetben 350 néző lesz jogosult, mondta Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója. Emellett számos egyéb programmal várja a Babics az érdeklődőket. A nyáron egy 3 hónapig tartó Kultudvar címmel elsősorban a Vármegyeháza udvarán labdarúgó EB közvetítéseket, színházi előadásokat, mozivetítéseket és különböző kulturális produkciókat tervezünk. Nagy örömünkre ebben partnere lett az intézményünknek a Német Színház, a Deutsche Bühne Ungarn, illetve Wosinski Mór megyei múzeum is. Vannak olyan kiemelkedő programjaink is, amelyeknek szintén egyrészt a Vármegyeháza udvara, másrészt viszont a kulturális központnak a rendezvény, illetve színházterme is otthont ad. A tavalyi évben elmaradt színházi előadásaink közül többet végre meg tudunk rendezni. Július hónapban Berecki Zoltán és Szulák Andrea koncertjét a Vármegyeháza udvarán láthatják az érdeklődők. A programsorozat része a Budapesti Fesztiválzenekar zsinagóga koncertje a Művészetek Házában, ahol megnyílik majd Baki Péter festőművész életmű kiállítása is. Július végén pedig Koncsuzsa áll majd a színpadra a Kulturális Központban. A Wosinski Mór megyei múzeum a Múzeumok Éjszakája programsorozatával kapcsolódik a kínálatba. A Vármegyeháza kiállítótermében útjára indul a Művész Családok Tolnában sorozat is. 3 kiállítást is rendezünk ennek keretében. A Babics házban Szabó Clarissa Méde, a képzőművésznek lesz egy kiállítása, de a Vármegyeháza időszaki kiállító termébe Sarkantyú Simonra, aki 100 esztendeje született, Tolna megyéből származó festőművészről van szó, Munkácsi Díjas, akinek a gyermekei is képzőművészek lettek, illetve fotósok, tehát az ő családi örökségüket próbáljuk a nagy közönség számára feleleve megmutatni, és ez egy sorozatnak is tulajdonképpen az első kiállítása a Művész Családok Tolnában, és a Tolna által együttműködésben valósítjuk meg ezt. A múzeum főépületében a tavalyi esztendőben 2020 őszén előkerült Simon tornyai 16. századi ezüst pénzleletet mutatjuk be, és ez adja az apropóját annak, hogy a múzeum főépületében középkori hangulatú játékokra, bemutatókra is sort tudjunk keríteni. A Szekszárdi Német Színház több előadását is nyomon követhetik majd a nézők a Vármegyeház színpadán. 3 előadásunkat visszük ki a felnőtt közönség számára a szabadtére. Az egyik a Decameron, ez egy Decameron feldolgozás, néhány jelenetét a Hosszú műnek egy színpadi adaptációban eljutottuk színpadra, zenés, ez az előadás is. Másik előadásunk szintén még a tavalyi évből a Szőlőtökék Istene, ez is egy zenés est, a bor története körül egy utazás, és a harmadik pedig Vőlegény Fogó címmel, majd július közepétől lesz látható, július 14-én van a premierje, ez egy vásári komédia, szintén nagyon-nagyon sok zenével. Emellett minden héten kedden délelőtt a gyerekeket és kísérőiket várják a Német Színház társulatának tagjai a Zsebszínház előadás sorozat darabjaira. A szervezők azt is elmondták, a belépőskor az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályok lesznek érvényben.